Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, immár a 2022-es esztendőben. Akik látták a 2020-as évösszegző videómat, nagyjából már tudják, hogy hogyan fog felépülni a mostani 2021-es évösszegző videó. A korábbival ellentétben a mostani évösszegzőben nem fogok külön a csalódásokról beszélni, mindössze az 5 kedvenc dokumentumfilmemről, valamint a 20 kedvenc egész estés filmemről. Az év végi összegzéskor meglepődve tapasztaltam, hogy a 2020-ban látott 71 filmhez képest a tavalyi filmek közül 101-et sikerült megtekinteni. Az idei filmmezőny meglehetősen színesnek bizonyult számomra, lehetőségem nyílt megtekinteni filmeket minden műfajból, 23 alkalommal moziba is sikerült eljutni, ami a hosszas mozis lezárásokat tekintve úgy vélem, hogy nem is rossz. Amerikai filmek mellett láthattam angol, kanadai, magyar, koreai, ausztrál, ír, dán, svéd, lengyel, görög, francia, német, izlandi, leszottói, japán, olasz, mexikói, illetve holland filmet is, továbbá számos értékes dokumentumfilmet. Az idei filmes évtől előzetesen nem vártam olyan magas átlag színvonalat, mint az előző évtől, ehhez képest mégis pozitívan csalódtam, hiszen a sok középszer felejthető egyszernézős alkotás és a néhány csalódás mellett számos pozitív meglepetésben és emlékezetes filmélményben részesülhettem. A játékfilmekről minden esetben komolyabb spoilerek említése nélkül igyekszem beszélni, valamint az idővonalon belesznek jelölve a filmek, nem név szerint, viszont így látni lehet majd, hogy az egyik filmről a másikra történő átváltás pontosan hol is történik. Nem is húzom tovább az időt, rátérek a két lista közül az elsőre, az 5 kedvenc idei dokumentumfilmemre. 5. Final Account. A 2020-ban elhunyt Luke Holland utolsó dokumentumfilmje, a Final Account, a harmadik birodalom, vagyis a hitleri Németország utolsó fennmaradt generációját képviselő néhány idős férfi és nő múltidézéséről szól. Luke Holland a holokauszban elhunyt nagyszülei emléke előtt tisztelegve közel egy évtizeden keresztül számos idős férfival és nővel készített interjút, akik 10 vagy 20 évesként Hitler vezetése alatt a harmadik birodalomban nőttek fel. Ez az első alkalom, hogy a történelem ezen sötét részét azoknak szemén keresztül láthatjuk megelevenedni, akik a nácik által épített infrastruktúra részei voltak. A jelenkori antiszemita mozgalmak és érzületek bizonyos közösségekben, helyeken történő felhevülése miatt úgy vélem rendkívül fontos, hogy átlag emberek mégis a közösségük által megbecsült jó hírrel rendelkező idős polgárok megemlékezéseiből tárul fel a múlt. Egy olasz zsidó író, holokauszt túlélőtől származó idézettel kezdődik a film, mely szerint a szörnyeknél veszélyesebbek a hétköznapi átlagemberek, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdeznének. Olyan átlagemberekről van itt szó, akik már fiatalon gyerekként belekerültek a rendszerben, már az iskolában olyan ideológiai hatásokkal szembesültek, amelyek megfertőzték az elméjüket. Az iskolai tanítók propagandája, a náci doktrina alapú tanítás, oktatás erősebbnek bizonyult a szülői nevelésnél. A gyerekeknek, amint lehet, csatlakozniuk kellett a Hitlerjugendhez. Egyesek azért csatlakoztak, hogy megőrizzék elit státuszukat, hogy ne váljanak kívülállókká, hogy elkerüljék a büntetéseket. Mások csupán azért, mert jó szórakozásnak tűnt, vagy egyesek a különböző lehetőségekért, a kiképzésért, vagy mert úgy érezhetik, hogy tartoznak valahova. Elgondolkodtató szembesülni ezekkel a vallomásokkal, egykori Waffen-SS tagok őszintének tűnő gondolataival, azzal, hogy mennyire erős volt a rajtuk uralkodó félelem, hogy igyekeztek szemet hunyni a történtek felett, sőt, sokan, mivel nem is akartak figyelni, jól el voltak, észre se vették mindazt, ami a háttérben végbe ment. A legmegrendítőbb az emberi természet azonos és eltérő jellegzetességei az interjúk során. Az egyik idős férfi büszkén és megbánás nélkül tekint vissza a múltra, semmit nem bánt meg, sőt, még csak Hitler sem hibáztatja. Ám akadnak olyanok is, akik szégyent és megbánást éreznek, akik elkövetőknek, bűnösöknek tartják magukat és sajnálják, hogy részt vállaltak mindabban, ami megtörtént. Néhány megrázó képpel ér véget a film, melynek megtekintése számomra elsősorban azért bizonyult fontosnak, mert így közelebbről megismerhet,
megfigyeltem azokat az átlagembereket, akik a gépezet részeként szemet hunytak a történtek felett, akik nem láttak, mert nem akartak látni, és nem tettek semmit, sőt elősegítették a történtek lezajlását. A nap végén a szörnyeknek, a passzív résztvevőknek és aktív ellenállóknak titulált személyek is közös vonásokkal rendelkező emberek maradnak. Negyedik, In the Same Breath. Az In the Same Breath egy kínai származású, az Amerika Egyesült Államokba kivándorolt rendezőnő dokumentumfilmje, mely visszamegy a COVID kialakulásának elterjedésének kezdeteihez, és stock, valamint valós felvételek összerakásával bemutatja, hogy hogyan kezdődött ez az egész Wuhanban, hogyan reagált rá a kormány, és hogyan vált a vírus egy globális krízissé. A dokumentumfilm a kezdetekkel nyit, és úgy tűnik, hogy végig a kínai kommunista közegben marad, a kínai kormány reakcióját, valamint az átlagemberek küzdelmeit mutatja be, ám ennél szélesebb perspektívát szolgáltat, ugyanis az észak-amerikai elterjedését és az amerikai nép és kormány reakcióját is bemutatja, és ezáltal remekül érzékelteti a nyugat és kelet közötti különbséget abban, hogy hogyan próbálják kezelni ezt a globális egészségügyi válságot, mennyire hatékony a demokratikus, valamint a kommunista kríziskezelés egy ilyen helyzetben. Végig követhetjük, ahogy kezdetben a kormány próbálta eltitkolni a vírust, a média által a maguk propagandáját közvetítették, miszerint a vírus csak egyfajta pneumónia. Láthatjuk, hogy a kormány ignoranciája, hatalomféltése miatt emberek estek össze az utcán, haltak bele egy olyan vírusba, amely hivatalosan nem is létezett, ahogy az embereket nem értesítették arról, hogy hogyan védekezzenek, hogy szükséges maszkot húzniuk. Jól mutatja a megfélemlítés hatékonyságát és a rendszer erejét, hatalmát az emberek felett, hogy az egyik wuhani kórházba került személy, sőt, több wuhani kórházba került személy, valamint az ott dolgozó személyek, a személyzet, akikkel próbáltak interjút készíteni a filmkészítők, nem mertek nyilatkozni a kamera előtt erről az egész helyzetről, mert nyilván sejtették, hogy ha beszélnek, komoly megtorlásra számíthatnak. Az a 8 orvos, akik elsőként nyíltan arról beszéltek, hogy ez koronavírus, nyilvános elmarasztalásban részesültek. Az első orvos, aki megosztotta a világgal, mi is történik valójában, később Covid-ban hunyt el. Amikor a helyzet már tarthatatlanná vált, és a kormány nem tarthatta többé titokban a vírust, stratégiát váltottak, és a kormány parancsára folyamatosan propagandafilmeket és dokumentumfilmeket készítettek és vetítettek a televízióban, amelyek a hősies átlagemberekről és egészségügyi személyzetről szóltak, tehát a helyzet súlyosságát, a tragédiákat és a kormány hibáit a megható hétköznapi emberek történeteivel, a sikertörténetekkel fedezték el. Ahogy a rendezőnő is kijelenti a film során, aki a film narrátoraként is jelen van, amikor a kormány megmondja az embereknek, hogy hova nézzenek, egyben azt is megmondja nekik, hogy hova ne nézzenek. A film rámutat arra, hogy nem csupán a kommunista államapparátus bukott el és mutatkozott alkalmatlannak a helyzet megfelelő kezelésében, hanem a nyugati demokrácia is, vagy legalábbis a demokratikus rendszer képviselő nyugati vezetők, hiszen az amerikai kormány ugyanúgy igyekezett nyugtatni a népet, hogy mindent a kezükben tartanak, majd később elhárítani magukról a felelősséget. Kínában az emberek szólásszabadsága korlátozva van, az USA-ban nem, viszont egyik ország politikai elitje sem kezelte megfelelően a kialakult helyzetet. Míg Kínában a szólásszabadság tiltása hátráltatta azt, hogy a világ és a kínai emberek felkészüljenek, az USA-ban épp a szólásszabadság az, ami lehetővé tette, hogy sokan tiltakozzanak, és így elterjedjen a vírustagadás, emiatt pedig sokan meghalljanak, mert nem hittek a vírus létezésében, mert megengedhetik maguknak, hogy ellentmondjanak minden orvosi ténynek. És akkor ott vannak még a filmben mindazok az egészségügyi dolgozók, akik hatalmas áldozatot hozva, a fizikai, mentális, lelki egészségüket és jólétüket veszélyeztetve szolgáltak és szolgálnak a mai napig a krízis enyhítéséért, a betegek megmentéséért, vagy más esetben fájdalmaik enyhítéséért és kényelmük biztosításáért. Hogyan is mondhatnánk köszönetet mindazoknak az egyszerű hősöknek, akik életüket kockáztatták és kockáztatják,
sokan pedig életüket is adták, mentális jólétüket, idejüket és energiájukat, éveket életükből, hogy a végsőkig megmaradjon a remény. Harmadik, The Alpinist. A The Alpinist Marc-André Leclerc életéről szól, a mászásaira, szenvedélyére összpontosítva. Egy kanadai származású alpinistáról van szó, aki 25 évesen életét veszítette egy alaszkai hegyről történő ereszkedés közben. A film egyszer egy másfél órás adrenalin löket, egy csodás természetfilm, és egy jellemrajz egy olyan emberről, aki mindig is kívülállónak számított, aki mindig egyszerű körülmények között igyekezett élni, és csak a mászásra koncentrálni, aki a mászásra mint szükségletre tekintett, és egy olyan emberről szól ez, aki rövid hegymászó karrierje alatt a mászó közösség egyik legelismertebb, legtiszteltebb tagja lett, olyan eredményeket elérve, amelyekre azelőtt soha senki nem volt képes. A film során a stáb többször is szem előtt téveszti Markot, vagy pontosabban Mark lerázza őket, hiszen nem igazán szereti produkálni magát. Jobb szereti a magányt, és amikor fontos mászásokra készül, egyedül szeret mászni, külső figyelem nélkül. Nem a hírnévre és a népszerűségre, hanem egyáltalán, sőt egyenesen óckodik azoktól. Számára csak a mászás a fontos és a barátnője. Amikor azonban sikerül megmutatni mászás közben, egészen egyedi, rendkívüli, félelmetes jeleneteket láthatunk, ahogy Mark kötél nélkül szabadon mászik olyan sziklákat, amelyeket azelőtt nem térképezett fel, ahogy egyedül jeges, havas csúcsokat hódít meg, mindössze két jégcsákánnyal, amit azelőtt soha senki még csak meg sem próbált. Egyik szikláról a másikra halad, egyik földrészről a másikra repül, nem ismer lehetetlent, és amikor elsőre vissza kell fordulnia, újra próbálkozik, végül pedig mindig sikerrel jár. Mászás közben látva felmerül az emberben az a kérdés, amellyel minden mászónak szembesülnie kell az élete során, vagyis miért kockáztat? Vajon már miért kockáztatta az életét? Megérte? Volt értelme? De a film végére csak egy kedves, belevaló, rendkívül elszánt és elhivatott srácot láttam magam előtt, aki sokakat inspirált és sokak elé állított maradandó példát. Második, Csapda a neten. A cseh és szlovák koprodukció a Csapda a neten egy rendkívül fontos és aktuális témát tár fel, az online zaklatást, bántalmazást. A film lényegében egy szerepjátékot mutat be, melynek során a két rendező három már nagykorú fiatal hölgyet castingol három kislány szerepére. A stáb három gyerekszoba díszletét alkotja meg, majd bekamerázzák a szobákat, a három fiatal hölgy pedig kislánynak adja ki magát online, hogy 10 napon keresztül az interneten különböző csevegő felületeken felnőttekkel beszélgessenek, válaszoljanak nekik. A kezdeményezés nem egyfajta provokáció, a rendezők hangsúlyozzák a fiatal hölgyeknek, hogy az egyik szabály, hogy nem kezdeményezhetnek, hanem csak létrehoznak mindenkinek egy fiókot, mondhatni új online személyiséget kreálnak mindhármuknak, oly részletesen, hogy ne tűnhessen fel a csalás, majd várnak, hogy idegenek megpróbálnak kapcsolatot létesíteni velük, ők pedig csak reagálnak az üzenetekre. A 10 nap online jelenlét alatt 2458 szexuális ragadozót fedeznek fel. Ami külön kiemelendő, hogy nem fullad passzivitásba ez a projekt, nem csupán szembesíti a film a nézőt a valósággal, hanem a rendezők a felvett anyagot átadják a rendőrségnek, és a film elkészülte óta már sikerült is valakit bíróságon elítélni a felvételeknek köszönhetően. A vizuálisan explicit képsorok miatt készült a filmből egy egészen explicit és egy kicsi emészthető változat, kizárólag nagykorúaknak, főleg szülőknek ajánlott a film megtekintése, nekik viszont különösképpen, hiszen az ember hal vagy olvas különböző jelenségekről, lehet egyfajta elképzelése, sejtése az internet veszélyeiről, és arról, hogy milyen fontos felügyelni a gyerekek internet használatát, azonban nagy valószínűséggel csak igen kevesen vannak valójában tudatában annak, hogy mennyire ki vannak téve a gyerekek a világháló mögé rejtőző vadállatoknak, akik gyerekekre vadásznak, akiknek semmi nem szent, akik közül sokan családos férfiak, gyerekeik vannak, vagy megbecsült pozíciót töltenek be a közösségükben,
ám gondolkodás nélkül ráírnak fiatal lányokra, megpróbálják elcsábítani őket, képeket, felvételeket kérnek tőlük, majd megfenyegetik őket, sőt az elvetemültebbek találkozókat kezdeményeznek, attól sem riadnak vissza, hogy személyesen találkozzanak a kiskorúakkal, és titokban szexuális kapcsolatot létesítsenek velük. Feltárul az internet sötétjének egy része, mely elképzelhetetlenül sok embert érint a Földön, és olyan könnyen elérheti a gyerekeket, hogy fokozott óvatosságra int, hiszen bár nyilván nem tanácsos megfosztani a gyerekeket az internettől, eltiltani őket a géphasználattól, azonban teljesen magukra hagyni őket sem ajánlott ebben a jelenkori globális helyzetben. Rendkívül fontos, hogy a gyerekek rendelkezzenek azzal a tudással, ami lehetővé teszi, hogy távol maradjanak ezektől a ragadozóktól, hogy tisztában legyenek azzal, hogy hogyan kell reagálni, amikor valaki rájuk ír, és soha, de soha ne találkozzanak idegenekkel, sőt, videóhívásba se lépjenek egyetlen idegennel sem. Lehet, hogy hazánkban nem kell attól tartanunk, mint Észak-Koreában, hogy a rendőrség valami ártatlan csinyért elvihet gyermekeket, vagy mint Mexikóban, hogy a karter elrabolhat fiatal lányokat, vagy mint Nigériában, hogy fiatal lányokat eladhatnak szexrabszolgának, ám hazánkban is bőven van mitől tartani. Olykor nincs fenyegető veszély a láthatatlannál, névtelennél és ismeretlennél. Első, The Rescue. Számomra az idei év legerőteljesebb dokumentumfilm élményét a The Rescue adta. Egy angol-amerikai koprodukció a 2018 nyarán végbe ment tájföldi mentőakcióról, melynek során a Tam Luang barlangból hosszas próbálkozás után sikeresen kimentették mind a 12 ott ragadt gyermeket és egy felnőttet. Korábban már hallottam a mentőakcióról, valamint a dokumentumfilm elkészültéről, azonban soha nem néztem alaposabban utána, így nagyrészt meglepetésként értek a megmutatott részletek, a mentőakció végbemenetele, valamint a mentőakcióban résztvevők személyiségrajza és múltjuk. Az egyetlen tény, amelynek előzetesen birtokában voltam, és amellyel nem árt, ha birtokában van a néző, amennyiben nem szereti túlzottan terhelni pszichéjét a bő másfél órán keresztüli bizonytalansággal és aggodalommal, az a sikeres mentőakció ténye. Ez persze nem spoiler, az ember értesülhetett erről a hírekből, amit viszont kevés hírforrás között, és amit egyetlen írott hírforrás sem lehetett képes igazán érzékeltetni, az a mentőakcióban vezető szerepet játszó átlag emberek, hobbi búvárok, gondolatai, érzései, belső küzdelmei, amikor döntéseket kellett hozniuk, amikor szembe kellett nézzenek a természeti erőkkel, amelyeket nem kontrollálhattak, és félelmeikkel, korlátjaikkal, valamint azzal a ténnyel, hogy nagyrészt rajtuk múlik a gyerekek élete, azon, hogy ők mit képesek megtenni. Elképesztő csodaszámba menő sikertörténet az emberi álhatatosságról, kitartásról, elszántságról, a természet jelenlétéről és minden emberi akaratot felülíró erejéről, az életmentő attitűdről, a megtörhetetlen élni akarásról és a nemzetközi összefogás lehetséges voltáról, amikor gyerekek élete a tét, és szükség van minden bevethető erőforrásra. Végül pedig azoknak az átlagembereknek az önfeláldozó jelenlétéről, akik ismeretlen kívülállókból nemzetközi hősök kiavanzsáltak, köszönhetően rendkívül specifikus tudásuknak, annak, hogy a világ legjobb barlang búvárai, amely ebben a helyzetben előrébb sorolta őket hasznosság tekintetében minden más embernél a világon. Könnyek nélkül nehezen végignézhető megindító történet egy olyan mentőakcióról, amely emberi életeket követelő természeti katasztrófaként rögzülhetett volna az emberi történelembe, ha egyesek nem néznek szembe az emberileg lehetetlennek tűnő kihívással. Ezzel át is térek a tavalyi játékfilmekre. Láthattam jó néhány blockbustert, Oscar-esélyes drámát, meglepő sci-fit, erőteljes vagy épp csalódást keltő külföldi filmet, viszont többnyire sikerült elkerülni az igazán felejthető alkotásokat, és valamilyen szinten értékeltő filmeket megtekinteni. Úgy vélem, a lista is meglehetősen pontosan tükrözi azt a diverzitást, amivel az idén megnézett filmeket jellemezni tudnám, valamint a meglepetés faktort, hiszen számos olyan film került fel a toplistára, amelyekről év elején nem gondoltam volna, hogy fel fognak kerülni, sőt olyan is felkerült, amelynek
közelgő megjelenéséről még csak nem is tudtam múlt éve elején. Idén is igyekeztem kerülni az előzetesek alapján nézhetetlen kategóriába várható minősíthetetlen alkotásokat, és nagyjából sikerült is. Az átlag színvonal magasabb volt, mint a tavalyi, ugyanakkor igazán kiemelkedő film talán kevesebb volt, mint tavaly, ám ennek ellenére szerintem semmi oka nem lehet panaszra egy filmkedvelőnek az elmúlt évre visszatekintve. Nézzük át azt a 10 filmet, akarom mondani 20 filmet, amelyek felfértek a listára. 20. Az utolsó párbaj. Ridley Scott meglehetősen produktív volt a tavalyi évben, hiszen 4 év kiadás után, már ami a játékfilmeket illeti, idén 2 filmje is megjelent a mozikban, és idén a tavalyra gondolok természetesen, a Gucci ház, ami épp hogy leszorult a listáról, valamint az utolsó párbaj, ami épp hogy ráfért a listára 20-ként. A pénztáraknál sajnálatosan rosszul teljesítő történelmi film a 14. századi Franciaországban játszódik, és valós történeten alapul, bemutatva az utolsó francia lovagi párbajt. Jean de Carrouges lovag, valamint egykori barátja Jacques Le Gris párbajával kezdődik a film, valamint azzal is ér véget, hiszen a film elején csak ízelítőt kapunk abból, hogy hova is fog kifutni ez a történet. Emlékdarabokból feltárul előttünk a múlt, annak részletei, megismerkedünk a 3 főszereplővel, a 2 lovaggal, valamint Jean feleségével, Lady Marguerite-ával. Mindhárom szerepben kitűnő színészeket láthatunk, Jodie Comert, Lady Margaritaként, valamint Adam Drivert, Jacques Le Gris és Matt Damon-t Jean de Carrouges szerepében, továbbá Ben Affleck is feltűnik, mint Pierre de Lancon gróf. A fő konfliktust az a vád szolgáltatja, amely a Lady Marguerite áll elő és visz egészen a bíróságig férje támogatásával, mely szerint Jacques Le Gris férje távol létében megerőszakolta őt. Jacques Le Gris természetesen tagadja a vádakat, szemtanú pedig nem volt, így Lady Margarita komoly kockázatot vállal azáltal, hogy megvádolja a lovagot, lévén, hogy amennyiben a király 6. Károly úgy ítéli meg, hogy a lovag ártatlan, őt halálra ítélik. A férjével való kapcsolata egyáltalán nem felhőtlen, Jean de Carrouges egy nyers, faragatlan, büszke és feleségében nem teljesen bízó lovag, akit kevesen tisztelnek, szeretni pedig igazán senki nem szeret a feleségén kívül, és talán az anyján kívül. Jacques Le Gris vele szemben egy közkedvelt, a gróf bizalmát élvező jómódú nőcsábász, aki egykor jó barátja, épp Jean vezetése alatt harcolt az angolok ellen. Hazatérve azonban lassan elhidegülnek egymástól, Jacques a hírnevet és a jólétet keresi, Jean a becsülethez és tisztességhez ragaszkodik. Ő egy erényesebb, ám az emberekkel nehezebben kapcsolatot létesítő személy. A történet alaphangját megadó és a történelmi földrajzi kontextust feltáró fényképezés, a ködös, szürkés, őszi táj bemutatása remekül érzékelteti, hogy milyen környezetbe is megy végbe ez az egész esemény, és ráerősít arra a hangulatra, arra a konfliktusra, amely a két lovak között uralkodott. Az emlékezetes színészi alakításokkal tűzdelt, és Kurosawa Rashomonjára emlékeztető, többszintű 3-as perspektívából elmesélt történet képes fenntartani az állandó bizonytalanságot és feszültséget, képes elérni azt, hogy a valóság miben léte megkérdőjeleződjön, hogy az események érintettjének elbeszélései a történet végéig alterálják a néző értelmezését, valóságinterpretációját, és a szereplők tetteit, jellemét és a történteket 3 különböző megvilágításból követhessük végig. A végkifejletnél fontosabbá válik az érintettek beszámolóiban megfigyelhető, ellentmondásokból megfogalmazódó kérdés, vagyis honnan lehet tudni, ki hazudik és ki mond igazat? Mi tekinthető hazugságnak és igazságnak, és mi van akkor, ha valaki nem hazudik, ha többen különbözőképpen mondanak el valamit, ám senki nem hazudik tudatosan? Kinek mit jelent a valóság? 19. Az elfelejtett háború. Az elfelejtett háború, ha jól emlékszem, a tavalyi egyetlen ízig-vérig háborús film, amit láttam, és egyetlenként rá is fért a listára. Tény, hogy műfaji tekintetben a háborús filmek mindig is könnyebben megfeleltek filmes ízlésemnek, mondhatni,
filmes ízlésem alapkövévé álltak össze, hiszen kis túlzással minden második megtekintett háborús film elnyeri a tetszésemet valamilyen szinten, és bár az Elfelejtett háborút nem mondanám kiemelkedő filmek semmilyen szempontból, nem is okozott maradandó élményt, azonban megérdemlő felkerüljön a listára, és határozottan érdemesnek tartom a megtekintésre, ugyanis kevés film készült eddig, ha egyáltalán, amely valamilyen mértékben holland, német és angol szemszögből, valamint férfi és női szemszögből is bemutatja az 1944-ben végbe menő szörnyű háborús időszakot. A film 1944 szeptemberében játszódik, amikor a szövetségesek elfoglalták már Antwerpen kikötőit, azonban a németek még mindig fontos területeket uralnak, amelyen megakadályozzák, hogy a szövetségesek utánpótlás jutassanak Antwerpenbe. Ezért elindul a Market Garden hadművelet, amelynek célja, hogy Hollandiában Arnhemen keresztül áttörjék a német vonalakat, és így felszabadítsák az utat, hogy az utánpótlás eljuthasson Antwerpenbe. A film több különböző szálon fut, ugyanazon idősíkon, ám más-más személyek küzdelmeit bemutatva, egy brit siklópilótájét, egy fiatal holland katonájét, aki a németek oldalán harcol, valamint egy fiatal holland nőjét, aki egy tragédia következtében csatlakozik a helyi holland ellenálláshoz. Végül a film végére mindhárman a Scheldeli csatában találják magukat, és így a film végére összeérnek a szálaik. Ismét egy film, amelyben a valóságot több szemszögből láthatjuk, több szálas történetmesélés használ a film, és ezáltal egy árnyalt komplex képet kapunk arról a világról, a németek holland jelenlétéről, az ellenállás működéséről és a szövetséges erők próbálkozásairól. Legfőképpen azonban olyan fiatalok küzdelmeit követhetjük végig, akik kilátástalan helyzetben találják magukat, amelyben nem létezik jó döntés, ők pedig kitartóan küzdenek a szabadságért, folyamatosan farkasszemet nézve a halállal. Őszinte emberi történetek, részletgazdag díszletek és hangulatfokozó operatőri munka. Látszik, hogy bőven folyt pénz a produkcióval, és látszik, hogy nem a semmire szórták el. A film ráadásul nem is túlzottan véres, sőt háborús filmhez képest szinte egyáltalán nem az, tömeges halállal járó csatát is csak egyet láthatunk, így mondhatni vizuális tekintetben meglehetősen emészthető. A mellékszereplők ugyancsak fontos kérdéseket boncolgatnak rövid jelenlétük során, itt van a fiatal hölgy apja, aki nem tesz különbséget holland és német között, akinek az erkölcs iránytűje helyén van a német vezető szerint. Megjelenik a holland hölgy öccse, aki súlyos hibát követel, és szembe kell nézni a következményekkel, és nem utolsó sorban az amputált lábú német hadnagy, aki a jó és rossz létezését, illetve a gonosz eluralkodásának jelenségét boncolgatja rövid jelenléte során. Izgalmas, értékes háborús film. 18. Az örökbeadás. Amikor 2020-ban a 2021-ben esedékes premierek listáját írtam, a Nowhere Special-höz nagy reményeket fűztem, és miután októberben kijöttem a moziból, legkevésbé sem éreztem magam csalódottnak. Egy 3 éves kisfiú és 35 éves apja történetét követhetjük végig, akik magukra maradtak, miután az anya röviddel a kisfiú születése után elhagyta őket. John, az apa, ablaktisztítóként dolgozik, közben pedig így igyekszik gondot viselni Michaelre, aki ragaszkodik hozzá. John nem érzi alkalmasnak magát arra, hogy gondot viseljen fiára, alkalmatlannak tartja magát, hogy eleget tegyen apai kötelezettségének. Úgy érzi, hogy fiának egy teljes családra van szüksége, nem csak apára, anyára is, egy olyan családra, ahol minden szükségét betölthetik, ahol biztosítva van minden, ami a felnövéséhez szükséges anyagi tekintetben, és ahol kellő érzelmi támogatásban részesülhet. Éppen ezért John elszántan keresi az új családot Michael számára, egy olyan családot, akik hajlandóak örökbe fogadni, és akikkel meg van elégedve. Mindenhova magával viszi a fiát, és alaposan elbeszélget a családokkal, megfigyeli a szülők hozzáállását, gondolkodásmódját, hiszen azt akarja, hogy fiának a lehető legjobb dolga legyen. Hiába keres azonban, úgy tűnik, hogy nem kap olyan családot, amelyen maradéktalanul meg lenne elégedve, és Michael pedig nem akar új családot. Ő apjával akar maradni, hiszen minden
konfliktusok és minden sértődés ellenére Michael szereti az apját, mindennél fontosabb számára a jelenléte. Ugyanakkor nem tudja, hogy apjának miért is annyira fontos, hogy új családhoz kerüljön, mert nem csupán az alkalmatlanságának felismerése vezérli őt egy új család keresésében. Egy megható, az érzelmeket okosan és ízlésesen adagoló családi drámát láthatunk kibontakozni szemeink előtt, amelyben a kisfiú egyáltalán nem túl sok, szerepe nem túlírt, alakítása nem túlzó, nem irritáló, rendkívül hiteles, ahogy James Norton is emlékezetesen hozza a belső vívódást átélő bizonytalan önmagában és a világban csalódott az idő szorításával szembenézni kényszerülő egyedüli szülőt, a kapcsolatuk pedig olykor érzékeny pontokat érinthet, főleg azoknál, akik szülői tapasztalattal rendelkeznek. 17. Minari, a családom története. A Minari egy koreai bevándorló család beilleszkedését, elhelyezkedését mutatja be, akik az 1980-as években Arkansasba érkeznek, az amerikai álom megtalálásának reményében. A film részletgazdag ábrázolást nyújt az apa, az anya, a két gyermekük, valamint a nagymama személyiségéről, és az apróbbnak, jelentéktelenemnek tűnő, valamint a drasztikusabb drámai mozzanatok, jelenségek által feltárulnak a személyes kapcsolatok, a családban jelenlévő dinamikák, konfliktusokkal és nagy sikerekkel, összezőrenésekkel, sértődésekkel és békülésekkel tarkított családi drámát láthatunk, amelynek fő erőssége számomra az a kifinomult, nüansznyi cselekményszövés és történetépítés, amely kerüli a túlzott drámákat, a semmiből jött feszültségteremtést és a felháborítóan olcsó könyvkövetelést. Letisztult, őszinte és megérintő vallomása ez egy olyan rendezőnek, aki tisztában van a gyökereivel, aki értékesnek és tanulságosnak tartja a múltját, a gyerekkorát és szülei törekvéseit, hogy szebb jövőt biztosítsanak gyermekeik számára. Egy közös családi filmnézésre kitűnően alkalmas film, amelyben minden színészi alakítás visszafogott, kellően emberi, főleg a nagymamát alakító Yu Jung Yune, aki megérdemelten meg is kapta az Oscart legjobb női mellékszereplőnek járó alakításáért. A film végén felcsendülő Rain Song a filmhez íródott, és egy gyönyörű dal, mely a film lezárását egy még magasabb szintre emeli. 16. A Mitchellék a gépek ellen. Az idei évben a kedvenc animációs filmem, és egyben az egyetlen animációs film, amely ráfér erre a listára, az a Mitchellék a gépek ellen. A tavalyi évvel ellentétben, amikor két animációs film is bekerült a legjobb 10 közé, idén csak ez a film bizonyult igazán emlékezetesnek, amelynek bár nem minden elemével tudtam azonosulni, a humora nem mindenhol működött, viszont mégis egy annyira réteget, tartalmilag mondani való tekintetében gazdag, popkulturális referenciákban dúskáló filmnek bizonyult, amely mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Az animációs stílus meglehetősen egyedi, ha valamire leginkább az igazán minőségi Cartoon Networkös animációkra emlékeztet, azonban azoknál is frissebb, kifinomultabb és sokkal a szemrevalóbb, nincsenek elidegenítő, bizarr, megosztó elemek már, ami a meganimált karaktereket és környezetet, részleteket illeti. Jelentős a különbség a Lukához vagy a Raya és az utolsó sárkányhoz képest, ami a vizuális világot, az animációs technikát illeti, azonban semmivel sem nyújt kevesebbet, sőt, helyenként egészen bravúros megoldásokat használ, ami a feliratokat, popkulturális referenciákat, karaktermozgásokat illeti. A filmzene, főleg a betétdalok, rendkívül hangzatosak, a film hangulatát felerősítik, kiemelik, színesebbé teszik a történetet, sőt egy bizonyos dalnak meghatározó szerepe van az apa-lánya kapcsolat alakulásában. Kevés olyan film készült idén, sajnálatosan kevés, amelynek bármelyik betétdala vagy zenei témája emlékezetesnek bizonyulna, ez a film pedig egyike azoknak a filmeknek, sőt betétdalok tekintetében számomra ott van a legjobbak között. Természetesen a No Time to Die után.
Meglepődve tapasztaltam a film során, hogy a humora többnyire működik. Nem minden esetben, nem minden poén üt, ami azonban működik, az visszaidézi a gyerekkori szép emlékeket, az emlékezetes poénokkal, legyen szó akár verbális poénról, valamilyen utalás általi poénról, burleszkszerű humorról, helyzetkomikumról, abszurd vagy szatirikus humorról. A filmen átívelő szatíra, amely egyszerre vicces és gondolkodásra indítóan komoly, a gépek lázadásának köszönhető, egész konkrétan egy telefon, valamint két robot jelenlétének, akik sokszor az emberi jelenlétet is túlragyogják, ami a poénokat és a helyzetkomikum megteremtését illeti. Az eseményeket irányító telefon egyszerre érződik egy tényleg vicces Melissa McCartney klónnak és egy tini lánynak, akinek értelemszerűen szüksége van érzelmi támogatásra és emberi kapcsolatokra ahhoz, hogy rendbe jöjjön, márpedig egy telefont életszerű és emlékezetes karakternek megírni nem egyszerű. Hát itt sikerült. A film lényegében arról szól, hogy egy meglehetősen ügyetlen, nevetségesnek tűnő család hogyan veszi fel a küzdelmet a gépek ellen, amikor azok fellázadnak az emberiség ellen, átveszik az irányítást, és csak a miseléken múlik, hogy ne váljon a földből egy embermentes bolygó. A szereplők szerethetők, így a családot egyben tartó, a kapcsolatokat kiegyensúlyozni próbáló anya, a természetes és a barkácsoláshoz ragaszkodó apa, a dínó őrült, kissé furcsa fiú, valamint a filmezésért rajongó lány egyaránt jól megalkotott, megírt karakterek. A lány apjától való elhidegülésére, konfliktusára összpontosít a film, mint központi konfliktusa, amelyből kiindulnak az események, és amelyhez aztán visszatérnek. És persze van egy kissé butus kutyájuk is. A film legalább annyira szól felnőttekhez, mint gyerekekhez. Sor kerül a családi szerepek boncolgatására, a különbség, másság és az aszocialitás dilemmájának boncolgatására, és olyan további kiemelkedő fontosságú dilemmák és problémák érintésére, mint az elismertség és tökéletesség utáni hajsza, az elektronikus eszközök használatának előnyei és hátrányai, az apa-lánya kapcsolatokról, a család intézményének működéséről, fontosságáról és jelentéséről, a támogatás értékességéről, a vezetés nehézségéről, az elfogadás és elengedés elérkezett idejének felismeréséről, szülői részről, a régi értékek megőrzéséről, a virtuális és személyes kapcsolatok és beszélgetések hasonlóságairól és különbözőségeiről, előnyeiről és hátrányairól, az empátiáról, egymás megértéséről, az önmagunkról való megfeledkezésről és másokra való figyelésről, az összefogásról és saját korlátaink felismeréséről, és nem utolsó sorban az őszinteség és önfeláldozás szükségleteiről. A Luca nem működött számomra, a Raj és az utolsó sárkány rendben volt, ahogy az Encanto is, a Michelék és a gépek ellen viszont messze az év legjobb animációs filmje számomra, tekintve, hogy a lelkiismereteket a tavalyi listán említettem. Ismét egy olyan film, amely közös családi filmnézése remek választásnak bizonyulhat, főleg az apa-lánya kapcsolatok erősítése céljából. 15. Pókember nincs hazaút. A Pókember nincs hazaútra úgy ültem be a moziba, hogy a Tobey Maguire-es első három Pókember film után egyetlen Pókember filmet sem láttam, sem az Andrew Garfield által alakított Pókembert, sem a Tom Holland által alakított Pókembert nem igazán ismertem, Andrew Garfield Pókemberét egyetlen filmben sem láttam korábban, Tom Holland Pókemberét pedig csak a Bosszúállók filmekben. Az előzetes megnézve mégis úgy gondoltam, ideje visszatérni a pókemberek világába közel 15 év kihagyás után, hiszen biztatónak tűnt az előzetes. Ez a film pedig remek volt, volt benne pókember, Doctor Strange, illetve remek színészek, nosztalgia és akció. Jó. Tény, hogy a jelenlegi listán lévő filmek közül a Pókemberről a legnehezebb spoilermentesen beszélni, de azért megpróbálok pár szót mondani. Meg kell adni, hogy számomra Bosszúállók végjáték óta a legjobb szuperhős film, és egyben egy nosztalgia trip vissza a gyerekkor kedves emlékei közé. Akik valahogy szerették Pókembert,
érdemes ellátogatniuk a moziba, nehezen tudom elképzelni, hogy nagyot csalódnának. A film ott kezdődik, ahol az utolsó Pókember film abban maradt, és hát Peter Parker élete gyökerestől megváltozik. Szembe kell nézni azzal, hogy MJ és Ned életét ugyancsak felforgatták a történések, ezért elmegy Dr. Strangehez, hogy segítséget kérjen, megkéri, hogy hát csinálja vissza, ami történt, és felejtse el mindenki, hogy ki is ő, leszámítva persze MJ-t, Ned-et és May nénikét. Csak hogy ezek a kivételek azt eredményezik, hogy Dr. Strange-nek a félre sikerül a varázslata, ami megnyitja a multiverzumot, és olyan személyek feltűnését eredményezi, akik komoly felfordulást okoznak Peter életében. A film erősségei közé a színészi gárdát, a vizuális effektusokat, a nosztalgia faktort, a humornak és a drámának az intelligens, jól működő kiegyensúlyozását, megfelelő mennyiségben történő adagolását tartom. Gyengéjének pedig Dr. Strange háttérbeszorítását, a százfele elágazó narratívát, amely helyenként nem hagy időt kibontakozni egy-egy fontos kapcsolatnak, történésnek, ami a Marvel filmekre általánosan jellemző, és hát itt sem történik másképp. Túl sokat akar a film, és bár összességében jól használja a sok szereplőt, és köti össze a különböző cselekményszálakat, helyenként kisebb hiányérzetet hagy maga után, amikor tovább rohan a következő történésre. Továbbá számos kérdést hagy megválaszolatlanul, amelyek többsége persze valószínűleg újra előkerül a következő Pókember filmben, ám ha a kassza siker nem tenné szinte kötelezővé, hogy Tom Holland egy újabb filmre visszatérjen Pókember szerepében, ez a film mondhatni tökéletes lezárása lenne Tom Holland Peter Parkerjének, amit teljesen indokolt is lett volna, tekintve, hogy több filmben öltötte magára a Pókember ruhát, mint korábban Toby vagy Andrew. Akárhogy is, nem csak a szuperhős film rajongóknak, a Pókembert kicsit is ismerő akciófilm vagy fantasy kedvelőknek is remek szórakozást nyújtott, főleg baráti körben vagy családi szinten. 14. Pig. Nicolas Cage egy meglehetősen megosztó színész, már ami a színészi kvalitásairól alkotott véleményt illeti. Egyesek a legjobbak között tartják számon, míg mások középszerű, rendkívül túlhypolt sztárok között emlegetik. Egy biztos, voltak már egészen felejthető, kínos szerepei, valamint néhány egészen remek filmben is szerepelt és alakított emlékezeteset. No, de adaptáció ide, Las Vegas végállomás oda, számomra soha korábban nem alkotott annyira emlékezeteset, soha nem volt olyan maradandó jelenléte, soha nem okozott akkora zsigeri élményt, és nem tudott annyira más lenni, mégis fájdalmasan emberi, mint Sarnowski tavalyi filmjében, a Pigben. A cím nem akar megtévesztő lenni, ugyanis egy szarvasgombavadászról szól, aki szarvasgombavadászatra szakosodott disznójával elzártan él az oregoni vadonban, amikor egy nap ismeretlen elkövetők elrabolják egyetlen társát, a disznóját, ami arra kényszeríti, hogy felhagyjon a bujkálással, a remete életmóddal, visszatérjen Portlandbe, hogy megtalálja szeretett disznóját, amíg nem késő. Ez a premissza meglehetősen komikusnak hangozhat, és legkevésbé sem egy megrázó, akciómentes mély dráma létrejöttét sejteti, amit valójában ez a film megtestesít. Úgy is fel lehet fogni ezt a filmet, mint a bosszú film műfajának mesterien precíz és hatásos dekonstruálását, amely a jól ismert konfliktussal nyit, vagyis a főhős egy szeretett közeli hozzátartozójának eltűnésével, és ebből logikusan következne a folytatás, vagyis a bosszú hadjárat, melynek során jól tudjuk, hogy mi történik. Azonban a filmben mégsem ez történik. Sok téma felszínre kerül, azonban a bosszú nincs köztük, vagy legalábbis nem az akciótrillerekre jellemző tetleges, véres áldozatokkal járó formában, inkább a felszín alatt végbe menő folyamatokra reflektálva, a bosszú vágy fűtötte emberi elmét dekonstruálja a film, s ezáltal egy törékeny, önmagától eredményeket elérni képtelen, megsebzett, mégis valahol az igazi értékeket felismerő, és azokat továbbadni kívánó, megtört pszichéjű embert tár fel, aki a történet során látható változáson megy keresztül, és jut el a reményvesztett és megkeseredett állapotból a megbékéléshez,
és találja meg a továbblépéshez szükséges lelki összetevőket. Az ízek szerepe kevés filmben bizonyul, oly fontosnak, hogy kihatással legyen a szereplők érzelmeire, döntéseire és reakcióira, itt azonban ez történik, és működik. Nem válik túlhangsúlyozott az ételek és italok, az ízek szerepe, nem indokolatlanul vannak itt jelen, és nem indokolatlanul fontos az ízlelés, ellenben tökéletes kapcsolódási csatornát, hidat épít különböző személyiségű és érzületű személyek között, akik oly távol vannak egymástól, és mégis oly közel, hiszen mindannyian sérültek, mindannyian a megbékélést keresik, és olykor a legegyszerűbb, a legkézenfekvőbb megtapasztalások azok, amelyek képesek rámutatni arra, hogy mi az, ami hiányzik, és hol kell keresni a megoldást. 13. Rikárd király. Előzetesen egy kissé szirupos, nem túlzottan emlékezetes alkotásra számítottam a Rihárd király kapcsán, amikor megnéztem az előzetest. Persze, benne volt a pakliban, hogy Will Smith végre ismét oda teszi magát, a rendező pedig komolyan veszi a Williams testvérek történetét, és valóban törekedni fog a hiteles és érdekfeszítő bemutatásra, de úgy vélem a film még így is túlteljesítette az előzetes elvárásokat, ami számos elem együttállásának köszönhető. A rendező tiszta és határozott vízióval rendelkezett a film történetét, szerkezetét illetően. A történet hitelességén nem esik csorba, nyilván az alkotói szabadság itt is megmutatkozik bizonyos döntésekben, azonban összességében a valóság elevenedik meg a képernyőn, vagy legalábbis annak másolata. Will Smith nagyon rég tündökölt ennyire széles spektrumú érzelmi skálát megjelenítő szerepben. A moziteremből távozva számomra az ő alakítása maradt meg leginkább, no a kétségtelen, hogy egy jól megírt forgatókönyv nélkül ez nem történhetett volna meg. A film vicces, szórakoztató, a megfelelő ponton apróbb, illetve nagyobb konfliktusokkal, akár kívülről érkező, akár belülről származó nehézségekkel, és sikerült elérni azt, hogy a Vénusz és Szerena felemelkedése végig izgalmas és érdekfeszítő maradjon, ugyanakkor a hangsúly mégis a családon legyen. Az apa lánya, anya lánya és férj-feleség kapcsolatuk bemutatásán, illetve elmélyítésén, és a konfliktusok kezelésén a családon belül, hiszen van belőlük bőven a film során. Ki ne ismerni a sportrajongók közül Vénusz és Serena Williams történetét, vagy legalábbis karrierjüknek egy bizonyos periódusát, azonban a legtöbben értelemszerűen nem vagyunk tisztában azzal, hogy pontosan honnan is jönnek, hogyan nevelkedtek fel, és milyen rögös út vezetett a sikerükig. Egyszerre egy igaz felemelkedés történet ez, és egy személyes és családon belüli hullámvölgy sorozat elfogadásának és kezelésének története, egy olyan családapa egójának kirajzolódása, aki bár ragyogó jövőt képzel el a lányainak, és mindent megtesz azért, hogy a lányai biztonságban legyenek, és sikeresekké váljanak, túlzott igyekezetében azt hiszi, mindent tud, jobban, mint mások, és nélküle nem forog tovább a föld. Így a hangsúly inkább az apára kerül át, Richardra. Vénusz és Serena időnként háttérbe szorulnak, ám ez nem feltétlenül probléma, hiszen annyira jó ki van dolgozva Richard karaktere, annyira közel kerül a család minden tagja, hogy a családapa perspektíván keresztül kellően mély betekintést nyerünk a két sztár életútjába, és abba, hogy hogyan vált két comptoni tini a világ két legjobb női teniszezőjévé közel két évtizeden keresztül. 12. Senki. Sokan ismerhetik Bob Odenkirköt a Better Call Saulból, a Fargóból, vagy leginkább a Breaking Badből, egyaránt kitűnő sorozatokból. Ez az első alkalom, hogy bizonyítja, akciófilm hősként is megállja a helyét, sőt, John Wick magabiztossággal és karizmával vadászza le a családját fenyegető bűnözőket. A hasonlat persze nem véletlen, lévén, hogy Hatch, a titkos identitása rendelkező családapa, aki egykor végrehajtó, véghozó, hírszerző ügynökségek által kiadott piszkos munkákat elvégző egyszemélyes kivégző osztagként funkcionált. A múltját maga mögött hagyva családot alapított, két gyereke van, átlagos munkája, átlagos élete, egymást ismétlődő napjai, azonban semmi nem az, aminek látszik az ő esetében.
Miután két rabló betör hozzájuk, és többek között ellopják a lánya karkötőjét, Hutch elhatározza, hogy bármibe is kerüljön, visszaszerzi azt. Mondhatni, hogy túlfeszül a húr, amikor észreveszi, hogy eltűnt a lánya karkötője. Így is tesz, visszaviszi lányának a karkötőjét, csak hogy közben belebotlik néhány oroszba, és ez egy egyszemélyes hadjárat kezdetét jelenti, és hogy megvédje családját, vissza kell térni a korábbi életéhez. Nem egy tipikus akciófilmről van szó, mégis egy olyan szerkezetről, amelyet már sokszor láthattunk. Nincs semmi újdonság abban, hogy egy átlagembernek tűnő férfi titkos identitással rendelkezik, és egy váratlan esemény hatására kénytelen visszatérni a régi életéhez, majd kiderül, hogy a legfélelmetesebb egyszemélyes hadsereg a világon, aki képes bárkivel elbánni. Mi teszi mégis ezt az akciófilmet az év legjobb akciófilmjévé számomra? A stílus, a csomagolás. Már a bevezető igazán ötletes, Hutch napjait láthatjuk a film elején, amint egyik a másik után ismétlődik, különösebb változás nélkül, mintha egy időhúrokban rekedt volna hősünk, mintha Groundhog Day-t néznénk újra. Ugyanaz történik minden a változatlanul. A megalapozás kétségkívül megvalósul ezzel a repetitív jelenet sorral. Majd amikor beindul a gépezet, kezdetét veszi az akció, nincs megállás. Hutch olyan stílusosan számol le a bűnözőkkel, ami a legszebb John Wick pillanatokat idézi. A zenehasználat bravúros, a lassítások jókor jó helyen vannak beiktatva, olyan, mint a Bob Odenkirkre íródott volna ez a szerep. Apátiája és közönye vegytisztán vegyül apai és házastársi kötelezettségeiből fakadó cselekvőkészségével, könyörtelenségével, emberfeletti képességeivel, kiállásával és egyben sebezhetőségével, ami azért időnként megnyilvánul. A film során számos ütést kap be, amelyek olykor képesek a földre vinni. Nem tűnik annyira sérthetetlennek, mint John Wick, nem kevésbé félelmetes. Kijelenthető, hogy a jó bevált akciófilmes formula továbbra is működik, és úgy vélem működni is fog, ameddig ilyen főhőst és akciójeleneteket sikerül kreálni. 11. Stillwater. Tom McCarthy-ról nem nagyon hallottam a Spotlight óta, amit az egyik legfontosabb filmnek tartok, ami valaha készült. Legújabb filmje a Stillwater viszont ismét egy erőteljes alkotásnak bizonyult számomra. A kritikusok és publikum által nem túlzottan kedvelt film a Matt Damon által alakított Bill küzdelmét mutatja be, aki lánya szabadon engedéséért küzd, Oklahomából Marseille-be utazik, bizonyítékokat próbál szerezni, hogy lánya ártatlanságát bizonyítva kihozhassa őt a börtönből, még büntetésének lejárta előtt. Nem tudok és nem is akarok ódákat zengeni a filmről, hiszen semmilyen tekintetben nem tartom kiemelkedő alkotásnak, mégis annyira összeállt, annyira helyén van minden filmnyelvi eszköz, annyira követhető és letisztult a történet, átjön az érzelmi feszültség, és a drámai momentumok annyira megérintőek, hogy nem igazán tudnék problémákról beszámolni. Az egykori olajfúróknál dolgozó munkás Bill eredetileg csak pár napra látogatná meg lányát az egyik marseilli fegyházban, azonban amikor lánya segítségét kéri, ott marad és kutakodni kezd. Mivel egyáltalán nem tud franciául, nehéz helyzetben találja magát, segítségre szorul, amit Virginia személyében talál meg. Egy egyedülálló francia nőjében, akinek szintén van egy lánya, Maya, aki lényegesen fiatalabb Bill lányánál, Alisonnál, mégis ahogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz, bebizonyosodik, hogy Bill és Maya nagyon jól kijönnek egymással. Bill kedvességét meghálálva, Virginia elmegy Bill-lel különböző beszélgetésekre, segít neki a magánnyomozásában, azonban végül Bill egyedül folytatja a kutakodást, és meg is találja azt a szemét, akit a lánya megnevezett, mint elkövetőt, ám nem sikerül elvinni a rendőrségre, így minden próbálkozás a kudarcba fullad. Bill végül mégis Marseille-ben marad, és noha a lánya nem hajlandó beszélni vele, miután megtudja, hogy hazudott neki, Bill munkát vállal, Virginia engedélyével szobát bérel náluk, és egyre közelebbi kapcsolatba kerül Mayával, apja helyett apjává válik. Mindketten sokat tanulnak egymástól, és idővel Virginiához is egyre közelebb kerül Bill. Hárman harmonikus összhangban élnek, Bill pedig türelmesen várja a lánya kiszabadulásának idejét, azonban egy váratlan véletlennek következtében a békeidőnek vége szakad, Bill veszélybe kerül, és szembe kell nézni a ténye, hogy talán mindent elrontott.
nyomon követhetjük a kapcsolatrendszerek alakulását, ahogy a szereplők kapcsolatai hullámvölgyeken mennek keresztül, emellett a francia igazságszolgáltatás működésébe is betekintést nyerünk, továbbá Alison és Bill által az igazság utáni hajsza jellegébe, az önkényes igazságszolgáltatás dilemmájába, az elfogadás, megbékélés és továbblépés, valamint a társadalomba történő visszailleszkedés kérdésköreibe. Matt Damon zseniálisan hozza az egyszerű, megújult, ám még mindig sok hibával és hiányossággal rendelkező, kitartó, mégis csökönyös, nyugodt, mégis feszült amerikai munkás férfit, aki mindent megtenne a lányáért. A forgatókönyv ellen feszes és fordulatos, megvannak az ízlésesen érzelmes, a krimiszerű, valamint a kedves családi jellegű momentumok is, a tragikus elemekről nem is beszélve. A közel 2,5 órás játékidő hamar elrepül. 10. Almák. Christos Nikou első nagyjátékfilmjével, az Apples-el a korábbi nagy görög rendezők, így Yorgos Lanthimos, Theodos Angelopoulos és mások nyomdokaiba lép, és egy aktuális, jelentőségteljes és átérezhető, társadalmi szintű problémára hívja fel a néző figyelmét, mindezt interpersonális szinten érzékeltetve. A főszereplő Ari, akinek a neve nem hangzik el a film során, nem véletlenül azonos az őt alakító Aris Servetalis színész nevével. Alice egyé válik karakterével és felejtetlen átéléssel mutatja meg a magányos céltalanságában identitásvesztésig eljutó férfit, aki az új élet kezdésében látva az egyetlen reményt, idővel rádöbben, hogy a valóság, a múlt, az emlékek, a gyász elő történő menekülés egy új identitás burkába tulajdonképpen nem ad megnyugvást és nem oldja meg az ember fő problémáit, nem szolgáltat válasszal a kialakult dilemmákra. A nevét és identitását egyaránt elveszítő Aris, miután elveszíti egyetlen igazán közeli hozzátartozóját, a feleségét, hátat fordít addig életének. A film tele van jelentőségteljes, célzottan megjelenített tárgyakkal, eszközökkel, amelyek olyan motívumokként vagy szimbólumokként szolgálnak, melyek szavak nélkül is tökéletesen érzékeltetik a belső folyamatok színezetét és a valóság szerkezetének destabilizációját a főszereplő, sőt egy súlyosan sérült közösség szemszögéből. Alice a film elején virágot visz feleséges sírjára. A zöld krizantém pedig kontrasztot képez a film egyik fő szimbólumával, a többször visszatérő piros almával, amit új életében Alice előszeretettel fogyaszt egészen addig, amíg meg nem tudja, hogy tulajdonképpen mire is jó az alma fogyasztása. Alice szellemként él, megsimogatja a szomszéd kutyáját, köszön az egyik szomszédjának, hallgatja a rádiót, ám csak létezik, nem él. Nincsen meghatározott célja, törekvése, a munkájáról semmit sem tudunk meg, még azt sem, hogy egyáltalán dolgozik-e jelenleg. Aztán, amikor lát egy embert, aki amnéziás állapotban üldögél az út szélén, úgy tűnik, hogy szándékos, tudatos döntés következik be, ami ugyanakkor később vitathatóvá válik, és ő is amnéziás állapotba kerül, aminek következtében először kórházba viszik, majd lehetősége nyílik részt venni az új identitás programban, amely két főorvos vezérletével zajlik, és a program keretén belül az amnéziás identitásukat elvesztett személyeknek megtanítják, hogyan kell élni. Minden napra kapnak valami feladatot, egy előre felvett hangüzenet által, ami egyre komolyabbá, nehezebbé válik az idő előre haladtával. Az elején még csak biciklizni kell, aztán egy idő után már sokkal megrázóbb eseményeken részt venni. Az emberek azonban csak számok, a program résztvevői nem virágoznak, inkább elhervadnak, az életük monotonná válik, más tekintetben, mint azelőtt, parancsokat teljesítő, kötelességből fényképező és az utasítások által vezérelt robotokká válnak, megfosztva az igazi érzelmektől és saját spontán érzelmi felindulásból elkövetett döntéseiktől, cselekedeteiktől. Aris egyre bizonytalanabbá, kétkedőbbé válik, lassan átlátja, hogy miről is szól ez az egész, semmiképp sem a sikeres integrációról, legalábbis oly tekintetben csupán, hogy a fényképek elkészüljenek, és az utasításokat teljesítsék. De önállóan nem igazán van lehetőségük kiteljesedni. Aris nehéz és hosszú utat tesz meg a film során, nem látható módon, egy belső utazásról van szó, melynek végeztével eljut arra a pontra, amelyre legkevésbé sem tervezett visszakerülni. A mindennapi élet humora
meglehetősen ironikus formában köszön vissza a filmben, és szövi át azt. Olyan, mintha egy társadalmi jellegű probléma lenne az amnézis, minthogyha az emberek kiüresedett szobrokká élettelen lényé egyszerűsödtek volna, és mivel nincsenek céljaik, csak az adott napnak élnek. A fix kamera, amely frontális és általában félközeliből mutatja meg az eseményeket, lehetővé teszi, hogy a történtekre vagy épp azok hiányára, a szereplőkre és az igazi heves érzelmek hiányára, a mindenkori általános hiányra koncentráljunk, ne a mozgásra és a történésekre, hanem a mozdulatlanságra és a tétlenségre. Rendkívül fontos kérdéseket boncolgat a film, melyek közül számomra a legfontosabbnak az emlékezés dilemmája bizonyult. Mivel jár az emlékezés? Mit érünk azzal, ha elmenekülünk a traumatikus emlékektől, és mivel jár az, ha minden egyes nap újra kell éljük azt, ami megtörtént, és ami belülről felemészt? 9. Dűne. Az év egyik legjobban várt filmje a Frank Herbert regényéből másodjára elkészülő játékfilmes adaptáció, Denis Villeneuve legújabb sci-fije, a Dűne, az év egyik legnagyobb audiovizuális élményének bizonyult, amit csak moziban lehet igazán befogadni. A Dűne kissé keserű szájízt hagyott maga után, de a kesernyés ízvilágon messze felülmúlta a megnyerő ízkombináció, ami elsősorban a világépítésnek, az intelligens és az alapművet megtisztelő rendezői vízió pontos megvalósításának köszönhető, valamint a színészi alakításoknak. Amit ebből a világból ki lehetett hozni operatőrileg, azt úgy gondolom kihozták Greg Fraserék. Sikerült egy sötét, disztópikus, mégis sok tekintetben kezdetlegesnek, ókorinak ható környezetet, társadalmi és kulturális látképet megteremteni. A jelmezek és díszletek látványos összhangjával egy értékes keretet adnak ennek a kulturális és társadalmi diverzitásnak és ambivalenciának, amely a környezetváltozásban is erőteljesen kiemelődik. Giedi Prime, Caladan és Arrakis is egyedi magával ragadó, figyelemfelkeltő atmoszférával kerülnek megjelenítésre, kifizetődőnek és hatásosnak bizonyult a számos forgatási helyszín, így például Jordánia, Norvégia vagy épp Magyarország, bár a mi kis hazánk inkább belterek szempontjából bizonyult előnyösnek stúdiófelvételek készítésére. Akárhogy is, van néhány igencsak emlékezetes, libabőröztető beállítás, amelyhez komoly előkészületekre, koreográfiai megtervezettségre és operatőri rendezői együttműködése volt szükség. Gondolok itt az éjszakai támadás során látott kaotikus jelenetből néhány képre, a lángokkal, robbanásokkal, az égő fügefákkal teli jelenetekre, de beszélhetünk itt a film elején látott jelenetről, amikor Paul és Leto Herceg egy látványos sziklaszírt közelében beszélgetnek, ahol nagy szükség volt a skandináv helyszínre, hogy megadja ezt a vizuális keretet, amiben még nagyobb súllyal jelenhetnek meg a döntések és hangozhatnak el a szavak. Az öreg világ, az audiális atmoszféra, a filmi csend, a zene, a párbeszédek, a hangi összhatás abszolút elérte a kívánt hatást. Méltónak bizonyult számomra a Dűnéhez, ennek a kolosszális univerzumnak a kaliberéhez. Hans Zimmer soundtrackje számomra az egyik, hanem a legemlékezetesebb és legkiemelkedőbb jelenség eszköz a filmben, még ha ez nem is egyike Hans Zimmer legemlékezetesebb újrahallgathatóbb alkotásainak. A filmben a képekkel együtt viszont felejthetetlen zsigeri élmény létrejöttét okozza, és külön értékelem a helyenként letagúzó hangos mélyregiszterekben megszólaló már-már elnyomóan fülben ható és fülben mászó és szembetűnő zenei témákat, amelyek felerősítik a közelgő veszély valóságát, az állandó bizonytalanság érzetét és ennek az univerzumnak a kolosszális jellegét, ami a képekből nem mindig jöhet át. Úgy vélem, hogy Chalamet egy igazán megnyerő és hiteles holnak bizonyul, eltérő attribútumokkal rendelkezik, mint a 84-es Dűnében főszerepet játszó Kyle MacLachlan, ugyanakkor a maga módján ugyanúgy ő is maradandót nyújt Paul Atreides-ként. Chalamet kíváncsi, bizonytalan, törékeny, feminin vonásait, oldalát mesteri tudatossággal kamatoztatja. Paul megformálásakor, és hát ehhez értelemszerűen és elsősorban jól megírt karakterrel volt szüksége, és Villeneuve vezetésen köszönhetően egy összetett, szimpatikus belső vívódását tisztán kivetíteni képes,
fejlődésben mutató karaktert láthatunk, aki megragadja a néző figyelmét. Stellan Skarsgård Harkonnen Barrow szerepében, valamint Javier Bardem Szilár szerepében dominálták a jelenetet, amikor megjelentek a vásznon. Őket mindig öröm látni, hiszen jelenlétükkel emelik a színvonalat. Jason Momoa jelenléte nem volt zavaró, Josh Brolin szintén kitűnő volt, viszont nem kapott kellő játékidőt, ami persze a legtöbb szereplő kapcsán kijelenthető. Zendaya kapcsán szintén bőven elégséges számomra az, hogy nem volt zavar a jelenléte, és itt volt Rebecca Ferguson, és hát Lady Jessica-hoz is megtalálta Villeneuve a megfelelő színészt, ugyanis számomra ő bizonyult a legbiztosabb pontnak ebben a színészgárdában. Mindig öröm Fergusont a nagyvászon látni, és itt is megcsillogtatja színészi kvalitásait, amire szükség is van, hiszen Paul mellett Jessica érzelmi sokszínűsége jön át leginkább. Láthatjuk örömében komolyan nézve, komoran, félve, rettegve, aggódva, bizakodva, szomorúan, sírva, dühösen, lemondóan, csodálkozva, szeretve és embereket leütve, úgyhogy... És persze enyhén a szerelme is érzékelhető volt férje iránt. Ferguson pedig mindvégül remekül érzékelte, hogy hol kell egy kicsit visszavenni, és hol kell egy kicsit ráerősíteni az adott belső folyamatok hiteles ábrázolásának eléréséhez. Oscar Isaac is itt volt, és ha már itt volt, akkor bizonyította, hogy ha nem egy Star Wars szintű nevetséges egydimenzió szerepet kap, tud ő is csillogni a megfelelő szerepben. Villeneuve megcsinálta, és bár a második rész megjelenése előtt kissé visszafogottabban merek csak nyilatkozni az első részről, ezért sem kerülhetett előrébb a 9. helynél, hiszen kissé hiányosnak érződik most még a film, komoly elismerés illeti Villeneuve-t, akinek ezt a filmet úgy van bátran be lehet illeszteni az életművébe, nem fog kilógni abból. Mindezt levezényelni, megtisztelni az alapművet, bevállalni ezt a lassabban építkező, meditatívabb jellegű megközelítésmódot és Paul látomásait ennyire előtérbe helyezni, közben pedig figyelni arra, hogy a kolosszális jelleg átjöjjön, hogy érződjön a döntések súlya és az összecsapások grandiózus mi volta, komoly megfontolást és szakmai tudást, alkotói elszántságot is vágyat követelt, meg ő pedig bizonyította, hogy benne minden megvan, ami ahhoz szükségeltetik, hogy korunk legnagyobb filmes sci-fi alkotója legyen, és szerintem nem tökéletes, bár a végeredmény, de több mint elfogadhatóan készítette elő a terepet a második résznek. 8. West Side Story. Spielberg egy musical lett ért vissza méghozzá az 1957-es klasszikus a West Side Story újragondolásával. Az eredeti musicalt soha nem láttam, musicalekért soha nem rajongtam, még az egészen csodálatos La La Land után sem, viszont Spielberg rendezői jelenléte egyértelművé tette számomra, hogy meg kell nézni a filmet, mert ott van azon kevesek között, akik bármikor képesek egy emlékezetes és magával ragadó musicalt rendezni. Spielberg pedig megcsinálta. Méghozzá Ansel Elgortot leszámítva többnyire meglehetősen ismeretlen fiatal színészekkel. Leonard Bernstein művei a mai napig ugyanolyan erővel hatnak, mint régen, legalábbis olyan frissnek érződött minden egyes előadott dal, mintha a mostani filmre íródtak volna. Szeretném külön felhívni a figyelmet a Something's Coming című dalra, valamint a Mariára, a Balkoni színre, vagy Tonight-ra, az I Feel Pretty-re és a Somewhere-re, és persze a G-Officer Krupke-re. Ezek nehezen felejthető dalok, amelyek még most is közel egy hónappal a mozis megtekintés után tisztán élnek emlékezetemben, és gyakran azon kapom magam, hogy egy-egy dalt magamban dúdolgatok, ráadásul olyan dalokról van szó, amelyeket az ember hazatérve is örömmel újra hallgat. A főszereplők közötti kémia nem csak működik, a romantikus szál annak ellenére képes megható és szirupmentesen színtiszta összetételű maradni, hogy már az első perctől egymásra talál a két főszereplő, és onnantól csak a szerelem jár az eszükben. Persze az első perctől az egy kicsi túlzás, de a film elejétől. Azáltal viszont, hogy egy musical keretei közé van helyezve ez a történet, valamint az egymással és a társadalommal, a törvénnyel küzdő különböző származású fiatalok konfliktusa adja meg a film alaphangulatát, a romantikus szál nem válik túlzóvá, nem nyomja el a sokkal fontosabb etnikai dilemmákat, valamint a bosszú, a megbocsátás, a változás, a bajtársiasság, a társadalmi kivetettség, a nélkülözés és a nevelés hiányának mindig aktuális kérdésköreit.
A táncolós éneklős jelenetek gyönyörűen koreografáltak, a puertorikai viseletek színpompája, az amerikaiakat képviselő fiatalok daca, Ansel Elgort és Rachel Zegler éneklése egyaránt meggyőző, noha nyilván a stúdióban előre rögzített verziókat használtak végül a filmben. Amitől ez a film kiemelkedik számomra, a musicalek meglehetősen egyszínű világából, az nem a szabadon szárnyaló, mindenhova belátó és eljutó kamera, nem is a pompás jelmezek, hanem azok a társadalmi problémák, amelyek röviden említése vagy megmutatása kerülnek a filmben, vagy legalábbis a dalok céloznak az igazságszolgáltatás hiányosságaira, a szociális rendszer tökéletlenségére, a szülők nélkül felnövő gyerekek sérülékenységére és elnyomott traumáira, amelyek más módon jelentkeznek, a szeretethiány következményeire, a bűnözők, vagy pontosabban a csíntevők gyakori félreismerésére, félrediagnosztizálására, a különböző szervek és szakértők által, a gazdasági fejlődés negatív hatására, azon emberekre nézve, akik ki kell költözzenek a lakhelyükről, az újítások és városfejlesztés következtében, a kisebbségek elnyomásának problémájára, a rasszizmusra és a különböző nemzetek közötti konfliktusok lehetséges okaira, és a sort lehetne folytatni. Rétegelt film, megható és egyben rendkívül szórakoztató, a nagyvászon pedig szinte kötelező a fokozott élmény létrejöttéért. 7. Spencer. Amikor elkezdtem összeállítani a listát, és gondolkodtam a potenciális helyezéseken, a Spencer nemhogy a top 10-be, a 15-be is nehezen fért be. Ám azon kaptam magam, hogy újra és újra felidézem, eszembe jut egy ilyen részlet, felelevenednek bennem különböző mozzanatok, jelenetek, operatőri megoldások, brilliáns színészi pillanatok, és így többszöri újraértékelés után végül a 7. helyig kúszott előre listámon a Spencer. Ez az előtörés, pedig legalább olyan mértékben tudható be a számomra szokatlan, mégis minden tekintetben működő fényképezésnek és a hitelesnek ható díszleteknek, mint az egykori szégyenfoltot régen felettető Kristen Stewartnak, aki a mindenki által ismert és sokak által körülrajongott Diana Frances Spencer hercegné nem csupán jól, hanem félelmetesen, hitelesen, valóságosan alakítja a legapróbb manírok felidézéseig, a kiejtés, a nézés, a járás, a viselkedés bravúros lemásolásáig, és amellett, hogy képessé válik teljesen magáévá tenni a szerepet, teljesen elveszteni magát benne, nem válik egy olcsó utánzatta az alakítás, egy túlzottan erőltetett jelenségi kényszerré, hogy felidézze Diana hercegnét. Stewart pontosan érzékeli, hol kell visszavenni, és hol kell többet nyújtania. Ezért nyilván a rendezőnek is kiáll a dicséret, aki a víziója egy sebezhető, egy szerető, sérült, beteg, bátor és szabadságra vágyó nőt jelenít meg. Az elsősorban vonósok és részfúvosok által felcsendülő titokzatos, bajos hatást keltő hangszeres zene már a film elején egyfajta jellemzéssel szolgál Diana belső világát, kavargó gondolatait, zavaros elméjét illetően. A hangszerek hangja helyenként célzottan crescendóba megy át, elnyomva ezzel az idilli környezetről mutatott képeket, olykor farcsát torzítottá válik a zene, olykor pedig visszafogottabbá, csendesebbé, főleg amikor a zongora szó hallatszik. Amikor azonban Diana a látomáséval küzd, vagy fizikai rosszul léttől rá, a zene, a zörejekkel és a kis mélységélesű közelikkel együtt a tereket leszűkíti, és pszichológiai jelentéssel tölti meg azokat, mintha egy kellemes családi drámából pár pillanat alatt egy pszichedelikus horrorfilmbe lépnénk át. A film már az elejétől tisztázza, hogy nem egy életrajzi film akar lenni, nem az események hiteles bemutatására törekszik, hanem egy olyan kitalált történet, amelyet egy valójában megtörtént tragédia ihletett. Azok, akik egy királyi családban játszódó romantikus, vicces drámára számítanak, nagyot csalódhatnak, hiszen a film sokkal közelebb áll egy pszichológiai thrillerhez, vagy Kubrick-féle horrorhoz, mintsem egy hagyományos életrajzi drámához. Diana állandó belső küzdelmének és világának lassú beszűkülésének érzékeltetéséhez a rendező többnyire szűk tereket használ, melyek ráerősítenek a klausztrofób hatásra, arra a bezártságra, amelyet Diana érzékel, és amely úgy gondolja szándékosan személy ellen irányul.
hogy környezete örökre el akarja rejteni. Az atmoszféra több alkalommal is szürreálisnak hat, a kis mélységéletségű beállításoknak, a főszereplővel együtt szédelgő kamerával, az arcokról bemutatott közelikkel, a hatalmas királyi lakosztályban látható színekkel, fényekkel és berendezéssel, a festményekkel és ételekkel. Diana visszatérő látomásai, tévképzetei pedig azt a gondolatot keltik, hogy valami nincs rendben. Talán tényleg történik valami, amit nem veszünk észre, talán tényleg veszélyben van, és egy nagy összeesküvés áldozata. Vagy csupán az ő szemével látunk mindent, és az ő szemszöge folyamatosan változó, attól függően, hogy elme állapota épp stabil vagy ingadozó. Akárhogy is, a film összességében megrendítő, ugyanakkor megható is azokra a jelenetekre gondolva, amikor Diana a két fiával játszik vagy beszélget, valamint amikor időt tölt a szabadban és teljesen nyugodt, nem gyanakszik senkire. Második Erzsébet királynő is feltűnik a filmben egy jelenet erejéig, természetesen az őt alakító színészre gondolok, és egy fontos ténnyel szembesíti Diana-t, ő csupán árucikk a média és a nép számára. Mindenkinek könnyebben eladható, hogy rajonganak érte, azonban a kéretlen figyelem megkeseríti az életét. Pedig egykor ő is gyerek volt, és ahogy visszaemlékszik, feltárul gyermekkorának egy békés részlete. Ikonikus alakítás Kristen Stewarttól minden díjat és elismerést megérdemel, a női alakításokat tekintve pedig nála messze az év legjobbja. Hatodik. The Electrical Life of Louis Wayne. Benedict Cumberbatch-et idén 5 filmben is láthattam, ami egészen rendkívüli teljesítmény a részéről, és az 5 film közül az egyik épp a 6. helyezett, a The Electrical Life of Louis Wayne, mely filmben főszereplőként van jelen. Benedict Cumberbatch a 19.-20. századi angol művész Louis Wayne-t alakítja, aki elsősorban macska rajzairól, festményeiről ismert. Egy egyáltalán nem rendhagyó életrajzi filmről van szó, melyben végigkövethetjük Louis Wayne életútját 20-as éveitől egészen öregkoráig. A tavalyi filmévben talán egyetlen film sem okozott akkora meglepetés, mint ez a film. Semmit nem tudtam róla, azt leszámítva, hogy Benedict Cumberbatch Louis Wayne-t alakítja. Louis Wayne-ről pedig korábban semmit nem tudtam. Így mondhatni, elvárásom nélkül ültem a film elé, és maradandó élményekkel távozhattam. A 2021-es filmév legszebb romantikus kapcsolatát, legemlékezetesebb soundtrackjét, valamint egyik legszerethető, legjobban kidolgozott főszereplőjét egyaránt magában hordozza a film. A fényképezés visszaadja a Louis Wayne munkásságára jellemző abszurd jelleget, a személyiségére jellemző szeszélyességet, valamint a mentális állapotára vonatkoztatható labilis jelleget. Ugyanakkor a vizuális látkép egyáltalán nem annyira sötét és bajos, mint a Spencerben sokszor, sőt, meglehetősen sok árnyalattal és meleg színekkel operál, nem Louis Wayne rémálmait, hanem mesés alkotásait, macskák iránti rajongását kihangsúlyozó beállításokkal és hangulati elemekkel tarkítja a környezetét. Sok esetben festői tájakat, impressionista festményeket idéz fel a vizuális látkép, az, ahogyan a színek egymásba mosódnak, a fény átjár és bevilágítja a teret, a valóság pedig örök ifjúságot és megőrizhető boldogságot tükröző pillanatképként rögzül egy labilis művész elméjében. A teremin és egyéb elektronikus hangok, hangszerek különböző tradicionális zenekari hangszerekkel vegyülnek, vonósokkal és fafúvósokkal elsősorban. Ezáltal a film kissé szeszélyes, hóbortos hangulatát felerősítő zenei atmoszférát sikerül megteremteni. Egészen különleges hangzás jön létre az elektronikus hangszerek alkalmazásával, mely gyönyörűen érzékelteti többek között a reménytelen vágyódást, az elmúlás elkerülhetetlen rémképét, az örökre megőrzött szerelmes emlékek és a valóság magányos árnyának keserédes egyvelegével történő szembenézést, a sötét rémálmok és színes környezet összeütközését és a testvéri kapcsolatok viszontagságos, ám szükségszerű és életmentő rendszerét. Louis Wayne a világ elé tárta a macskákat, miközben önmagát lassan elveszítette. Macska kedvelőknek szinte kötelező film, de mindenkinek bátran ajánlom, aki egy szokatlan, ám értékes életrajzi filmet szeretne látni, tele vidámsággal és szépséggel, valamint néhány megrázó vizuális manifestációjával egy mentális betegségnek.
Ötödik, Koda. A Koda egy francia zenés dráma amerikai-francia-kanadai remake-je. A francia eredeti megtekintés után azt mondhatom, hogy ez a film önmagában a francia eredetitől függetlenítve határozottan működik, és emlékezetes audiovizuális élményként képes megmaradni az ember elméjében. Noha előzetesen a rövid leíráson kívül semmit nem tudtam a filmről, már csak a zenei vonulat, téma miatt és Emilia Jones színészi jelenete miatt mindenképp kíváncsi voltam rá. Csalódnom pedig nem is kellett. Egy teljesen süket családot ismerhetünk meg, Rossiékat, ahol a főszereplő, Ruby, az egyetlen, akinek nincs baj a hallásával, teljesen egészséges. Megismerhetjük az anyát, az apát, Ruby egyetlen testvérét, a bátyját, és a legrészletesebb karakterrajzot Rubyről, a film főszereplőjéről kapjuk. Megismerjük még mellette Miles-t, a jóképű fiút, aki felkelti Ruby érdeklődését, valamint a zenetanárt, Bernardo Villalobos-t, aki szintén fontos mellékszereplője a filmnek. Ruby karakterével gyönyörű mintát rajzol ki. A felvezetés során rögtön betekintést kapunk a család foglalkozásába, hiszen az anyán kívül mindhárman halászattal foglalkoznak. Ruby az iskola mellett segít az apjának és a bátyjának, ők ketten pedig kizárólag ezzel foglalkoznak, a család keresete ebből érkezik. Ruby az utolsó évét tölti épp az iskolában. Végig fordítóként és tolmácsként van jelen a családja számára, nélküle nem tudnak értekezni az emberekkel, hiszen nem tudnak szájról olvasni, a környezetükben pedig senki nem ismeri jelbeszédet. Ruby utolsó évében a szabadon választható iskolai tárgyak közül a kórust veszi fel, mivel hallotta, hogy előtte Miles ugyancsak a kórusra jelentkezik, és Rubyt érdekli a fiú, noha rendkívül szégyenlős. A családi házon kívül egy csendes, visszahúzódó, bizonytalan, szinte láthatatlan személy Ruby. A történet előre haladtával azonban gyönyörűen kiteljesedik, mint egy bábjából kikelő pillangó. Útja során számos csalódáson kell átesnie, magában és másokban egyaránt csalódik. Az énektanár melléje áll, támogatja és magánórákat ad neki ingyen, így miközben segít szüleinek a halászatban, lassan kiteljesedik a zenei életben. Közben Miles-szal egy fellépésre, duettre gyakorolnak, amit a tanáruk szab ki nekik. Kezdetben mindketten szégyenlősen állnak ehhez a feladathoz, ám lassacskán megtalálják a közös hangot, a film végén pedig álló tapsot érdemlő duettet adnak elő, és ami külön kiemelendő, hogy a színészek énekelni is tudnak, maguk adják elő a dalokat. Természetesen a tizenévesek közti románc megjelenik a filmben, de ennél sokkal fontosabb, hogy csodálatosan ötvöződik a hang és a sükettség, a zene iránti vágy és a zene elérhetetlen jelenségének kettőségének megragadása. A beszéd, éneklés, a jelenés közötti differencia és a kettő együttes alkalmazása, használata gyönyörűen feltárul. Továbbá a személyes kapcsolatok megőrzésének fontossága is megjelenik, a konfliktus kezelés és a kibékülés szükségessége, a család intézményének működési szerkezete, a családtagok közötti kapcsok és beszélgetések rétegeltsége, az elengedés, a maradás és távozás, a félénkség, az elégtelenség és a nem elég jó kétségeivel, félelem óriásaival való szembenézés és megküzdés. És nem utolsó sorban az elfogadás és az elnézés szükséges értékei. Humoros, könnyed, a vége felé pedig megvígató zenés családi dráma, néhány felnőtteknek szánt poénnal. Negyedik, Belfast. A márciusi Oscar verseny egyik nagy esélyese a Belfast, ám felejtsük el a díjszezonra vonatkozó esélyeit. A film egy tüdeményes óda a gyökerekről, a származásról, a szülőföldről és a generáció közötti kommunikáció és megértés fontosságáról. Kenneth Branagh fekete-fehérben fényképezett filmjének középpontjában egy Buddy nevezetű kisfiú áll, aki szüleivel és bátyjával Belfastban, Észak-Írországban él. A cselekmény 1969-ben játszódik, az észak-írországi politikai indítatású konfliktusok idejében, amelynek során 30 év alatt 3532-en haltak meg. Ennek a konfliktus során a többségében protestáns unionisták és lojalisták,
A nacionalista és republikánus katolikusokkal harcoltak Észak-Írország státuszáért, annak eldöntésért, hogy Észak-Írország az Egyesült Királyság része maradjon, vagy lépjen ki az Egyesült Királyságból és csatlakozzon Írországhoz. Erősen önéletrajzi vonatkozású filmről van szó, a rendező a gyerekkorából merít és a hiteles, realista ábrázolásmódot, a történelmi kontextus és a gyermekkori emlékek felidézése mellett tovább erősítik az északír, ír és angol színészek alkalmazása, a 60-as évekből származó helyi slágerek, melyek többsége Van Morrisontól származik, illetve természetesen a forgatási helyszín a belfasti utcákon történő jelenlét. A film bemutatja az adott korra és helyre vonatkozó politikai állapotot, vallási szokásokat, az oktatási rendszert, a média jelenlétét, a munkásosztály megélhetési lehetőségeit, a generációk közötti kommunikációs módokat és szokásokat, valamint az adott közösség felépítését és belső dinamikáját. Ez azon ritka esetek egyike, amikor a fekete-fehér fényképezést teljesen indokoltnak éreztem, sokkal jobban átadja a hangulati elemeket, sokkal érezhetőbben bemutatja így a 60-as évek végi Belfastot, és azt, hogy egy átlagos munkásosztálybeli protestáns család hogyan próbál szembenézni a kialakult helyzettel. A beékelt időszakos színesbe átváltó képsorok ugyancsak tudatosan és megalapozottan jelennek meg, amikor a jelenkori Belfast kerül bemutatásra a film elején, vagy amikor a család a moziban ül és színes filmet néznek, értelemszerűen színes filmet látunk, és ez a kettőség jól működ egyensúlyt képez végig a film során. A film két fő erőssége számomra, ami elősegítette az azonosulást, a beleélést és a történetbe való teljes belefeledkezést, az a családtagok közötti kapcsolatok részletes feltárása, a tartalmas és odaillő, legkevésbé sem túlírt párbeszédeknek és gesztusoknak köszönhetően, valamint az életmód, a társadalmi és politikai helyzet érzékeltetése egy olyan környezetben, amiről hogyha nem tudnám egyértelműen, vagy eltekintenék attól, hogy 1969 Belfastjáról van szó, és nem hallanám a csodásan csengő belfasti akcentust, tökéletesen beillene egy univerzális hatóerejű családi történetnek, drámának, amely a világ bármely pontján élő munkásosztályból származó, valamilyen politikai-társadalmi konfliktussal szembenézni kényszerülő család történetével megegyezhetne, és ilyenképp a történet alakulása iránti kíváncsiság már az első percektől feltámad bennem. A történet egyszerű, közérthető, különösebb fordulatoktól és tragédiáktól mentes, ám épp ettől válik rendkívül reálissá, mintha egy modernkori neorealista mesterművet látnánk, mely az olasz közeg helyett északír közegben játszódik. Gyerekkori csínyek, barátságok és sértődések, szidások és kibékülések, viták a szülők között, közös élmények, családi programok, dilemmák a jövőről, a maradásról vagy költözésről, templomba és moziba járás, a felnőtté válás vonzereje, közös időtöltés és beszélgetés a nagyszülőkkel. Minden megvan ahhoz, hogy egy emlékezetes és bensőséges, tartalmas családi dráma jöjjön létre, egy rendkívül szerethető, szimpatikus főszereplővel, és megindítóan gondoskodó nagyszülőkkel. És így a film olykor megmosolyogtat, olykor nevetésre indít, bőven tartalmaz vidám és okosan humoros pillanatokat, emlékezetes beállításokat, képeket, és tanulságos gondolatokat az otthonról, a szülőföldről, az összetartásról, a családi egységről, a nézeteltérésekről és viták kezeléséről, a másság, a vallási és politikai különbözőség elfogadásáról, feloldásáról és a szülői szerepkör szépségéről és nehézségeiről, valamint a gyermeki szabadság és szülőknek való engedelmesség együttes hasznáról. Harmadik, The Mauritanian. A New York Times egyik nagy sikerű memoárjából, a Guantanamo naplóból készült a film, amelyet Mohamedou Oud Slahi írt meg megtapasztalásairól, küzdelméről, szabadságért, miután az Amerikai Egyesült Államok kormánya elfogta és a hírhet guantanamói fogolytáborba zárták, majd vallatták 14 éven keresztül, anélkül, hogy vádat emeltek volna ellene, mivel azt gyanították, hogy terrorista kapcsolatokkal rendelkezik és köze van a szeptember 11-i támadásokhoz. Slahi a színészi kvalitásain mai napig magas szinten őrző, Judy Foster által alakított Nancy Hollander védőügyvéd személyében talál szövetségesre, amikor senki mástól nem remélhet segítséget.
Így Nancy és társa Terry Duncan veszik fel a harcot a kormány ellen, hogy jogi úton megpróbálják bizonyítani Sly ártatlanságát és kihozzák Guantanamo-ból. Könnyen megérintenek azok a történetek, amelyek a kormány által elkövetett atrocitásokról, igazságtalanságról, emberi jogok megsértéséről szólnak, főképpen ha az áldozat semmit sem tehet, nem tud ellenállni, esélye sincs az igazáért harcolni és kivívni a szabadságát, ezért segítségre van szüksége, és hosszas szenvedés után végül győz az igazság. Három nézőpontból rajzolódik ki és áll össze a történet. Itt van először is a megalázott, megkínzott, ártatlanként bezárt és szenvedett Slahi, aki éveken át kitart annak reményében, hogy egyszer majd szabadulhat és viszont láthatja családját Mauritániában. Itt van Hollander, a védőügyvéd, aki nem törődve a közvélemény visszhangjával, az ügyvéd iroda nem tetszésével és a kormány rosszalló tekintetével elvállalja Slahi ügyét, és végig törvényesen eljárva megpróbálja felmenteni. Mindent megtesz azért, hogy hazaengedjék, és nem a sikerét vagy elismerésért csinálja, hanem mert egy embernek szüksége van rá. És itt van Couch, alezredes és ügyvéd, akit a kormány azzal bíz meg, hogy állítson össze egy vádiratot Slahi ellen. Hogy valahogyan hozza összefüggésbe a szeptember 11-i támadásokkal, hogy halálra ítéljék. Couch kezdetben elszántan igyekszik végrehajtani a felülről jövő parancsot, de a Slahi bűnösségét igazoló bizonyítékok hiányában idővel elbizonytalanodik. Tény, hogy a guantanamo-i szörnyűségeket hatalmas kihívás játékfilmen hitelesen rekreálni, ráadásul készült már dokumentumfilm, ami ezt valamelyest megmutatja, így nem teljesen újszerű a helyszín és az ott végzett kínzások részletezése sem, ugyanakkor a valóság nem teljesen pontos bemutatásától eltekintve, mégis egy olyan emberi tragédia bontakozik ki a szemeink előtt, melyre érdemes megemlékezni, amikor a kormány arra kéri a polgárokat, hogy bízzanak benne, mert tiszteletben tartják az emberi jogokat, és csak a bűnösöket büntetik meg. A bosszúvágy és hatalmi pozíció megőrzése, a népszerűség fenntartása kormányokat is megvakíthat. Második, The Father. A 2021-es év legfontosabb filmje és egyben legnagyszerűbb mesterműve számomra az Apa című színdarab adaptáció. Florian Zeller saját 2012-es színdarabját adaptált a filmre, Christopher Hampton forgatókönyv és drámaíró segítségével. A 97 percen át futó megrázó dráma az Anthony Hopkins által játszott Anthony nevű 80-as éveiben járó férfiról szól, aki fokozatosan süllyed demenciába és elhagyatva érzi magát, amikor az Olivia Colman által játszott Anne lánya elmondja neki, hogy Párizsba költözik. A hír összezavarja és felkavarja, a mentális betegség által eltorzult perspektívája és egyre rohamosabban romló állapota következtében elveszíti az irányítást, valóságérzéke lassan felbomlik, és a jelen és múlt homályos látképei kezdenek összemosódni elméjében. Már nem ismeri meg az embereket, keveri az emlékeket, nem ismeri meg környezetét, időérzékét is kezdi elveszíteni, és úgy érzi magára marad. A 2021-es év legkiválóbb színészi alakítása számomra kétségkívül Anthony Hopkins nevéhez kötődik. Teljesen megérdemelten kapta meg második Oscarját ezért az alakításért. Az író párosnak nem volt egyszerű feladata, amikor a színdarab átírása során a párbeszédeket valahogyan megpróbálták leredukálni, hiszen filmen nem működött volna ugyanaz a struktúra, mint színpadon, és ebben hatalmas segítséget jelentett számukra Anthony Hopkins jelenléte. Nem véletlen, hogy Zeller eleve Anthony Hopkinsra írta meg ezt a szerepet, Hopkins pedig brilliánsan betölti a párbeszédek közötti tereket, úgy használja a csendet, hogy tekintetével többet mond, mint ha valamilyen verbális megnyilvánulásra kerülne sor. Arcjátéka egészen lenyűgöző, hamisítatlanul képes megjeleníteni egy demenciával küzdő időszemét, aki zavart, fél, nyugtalan, néha felindult, máskor nyugodt, néha ragaszkodik lányához, máskor látni sem akarja, aki olykor megijed, retteg, sír, és felidézi minden ember egyik legnagyobb félelmét,
Mi történik, ha egyszer demenciával diagnosztizálják szülőjét vagy szüleit? Nem csak Anthony Hopkins színészi játéka emelendő ki, mindenki a legjobbját hozza. A lányát alakító Olivia Colman, az idegen férfiként jelenlévő Mark Gatiss, valamint az idegen nőként jelenlévő Olivia Williams, a rövid ideig feltűnő Imogen Potts, valamint Rufus Sewell is. Időnként tényleg olyan érzésem volt, mintha egy korszakalkotó színjátékot látnék a nagyvászon, hasonlóan a Dogville-hez, csak nyilván teljesen más narratíva alapján. A látványtervezés ugyancsak dicséretet érdemel, nem szeretnék ezzel kapcsolatosan spoilerezni, de annyit hagyd mondjak, hogy a film megtekintése közben mindenképp érdemes Anthony környezetére, a díszletre és különböző tárgyakra, színekre figyelni, ugyanis minden változás pontosan eltervezett, mindennek megvan a magyarázata és célja. Az apa egy rendkívül nehezen végignézhető és emészthető film, a filmtörténet egyik legmegrendítőbb lezárásával. Egy elmúlás történetet nézhetünk végig, melynek során a valóság jól ismert, vagy épp ismeretlen, ám sejtett képei elevenednek meg előttünk, és emlékeztetnek, hiába a gondoskodó szeretet, hiába a küzdés és akaraterő, olykor nincs mit tenni. Olykor csak elfogadni lehet és végignézni a lassú elmúlást, a valóság lassan elvérző széttöredezését és a felejtés fellegvárának elzáró eljövetelét. És ilyenkor különösen fontos emlékezni, ha a vég nem a vég, csupán egy állomás, a könnyedítő elzárkózás, majd távozás nem végleges, csupán temporális elválás, a későbbi viszontlátás reményének teret engedve, a gyász elsősorban nem vissza is lefelé, hanem előre is felfelé mutat. Első, az igazság bajnokai. Noha az apa nálam az év mesterműve, mégis az igazság bajnokai került az első helyre hosszas megfontolás után, ugyanis nem egy hálásan traumatikus élménnyel szolgált, hanem egy humorosan traumatikus élménnyel. És így év végére ez a pozitív hangvétel sokat nyomott alatba. Tavaly a második helyre került a Mads Mikkelsen nevével fényezett Még egy kört mindenkinek, az idei, vagyis 2021-es listán pedig első helyre kerül a Mads Mikkelsen által fényezett Az igazság bajnokai. Ezúttal kevésbé az ő színészi jelenlétének köszönhetően, ugyanakkor tény, hogy nem igazán tud hibázni a dán színész legenda, ezúttal remekül hoz egy rideg, kíméletlen, gyászoló, érzelmileg elhidegült, megnyílni képtelen, a kapcsolatoktól elzárkózó és agresszív hajlamú katonát és családapát, aki felesége halálát nem hagyja annyiban, közben azonban nem veszi észre, hogy lányát elhanyagolja és teljesen elhidegülnek egymástól. Markus lánya Mathilde próbál közelebb kerülni apjához, próbálja szóra bírni, és lépéseket tesz annak érdekében, hogy közösen feldolgozzák a történteket, megbirkozzanak a gyásszal, azonban kísérletei kudarcba fulladnak, sőt, mi több, tragikomikus végkifejlethez vezet a családon belüli széthúzás, mely családidővel több új szemét is befogad maga közé. Ezek az új személyek pedig olyan különcök, akik bár maguk is komoly nehézségekkel küzdenek, együtt sikerül egységet teremteniük, és egy olyan légkört, amely mindenki számára megoldással szolgál. Ez a dán-svéd-finn koprodukció azon kevés filmek közé tartozik, amelynek minden műfaji eleme, minden váratlan húzása pontosan betalált nálam. A családi dráma, a gyászos percek, az apa-lánya kapcsolatban jelentkező mélypont, hullámvölgyek és sikerek, az akciójelenetek, az egészen komikus, mégis fájdalmasan emberi szereplők, az abszurd teóriák és történések, a cselekményt átszövő sötét humor, a helyenként nyers képi világ és megoldások, az erőszak ábrázolása és a lezárás minden tökéletesen összeállt egy felejthetetlen filmélménnyé. Na, ha úgy velem, összességében egy olyan rétegfilmről van szó, amely keveseknél lesz képes olyan mértékben betalálni és olyan mértékben hatni, mint az én esetemben, és bizony a sokszor egészen abszurd megoldások és groteszki jelenetek teljesen természetes, hogy sokaknál túlléphetik a befogadhatósági küszöböt. Bármennyire is elborult legyen helyenként a cselekmény, nem tudott volna az első helyre kerülni a listámon, ha nem tartalmazna számos értékes és tovább gondolandó kérdésfelvetést és gondolatot a nevelésről, a szülői kötelezettségekről és a jelenlét fontosságáról,
a gyermekek szerepéről a családban és a szülőkkel szembeni magatartásformákról, a bosszú érzelmi összetevőiről, problémájáról és utóhatásairól, a traumák feldolgozásáról, a gyász kezeléséről, a segítségkérés szükségességéről, az érzelmi támogatás fontosságáról, az érzelmek elfolytásának veszélyeiről, a jótékonynak minősített kegyes hazugságok hamis színezetéről, a számokban rejlő lehetőségekről és értelmezési módozatairól, a dolgok természetes rendjével való szembeszegülés következményeiről, a véletlen, avagy az isteni akarat megkérdőjelezéséről és elfogadásának nehézségéről, és nem utolsó sorban a megbocsátás és megbékülés megelevenítő gesztusáról. Ennyit a 2021-es filmév pozitív élményeiről. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, elnézést kérek a reket hangomért. Hamarosan érkezem a 2022-es premierek videómmal. Addig is kellemes filmélményeket kívánok mindenkinek, nézzetek értékes filmeket. Áldott új évet kívánok mindenkinek!